2018 óta működik egyesületi szinten településünkön a jégkorong sportág. Jelenleg 3 korcsoportban mintegy 50 gyermekkel foglalkoznak, és versenyeztetik őket a Magyar Jégkorong Szövetség által hirdetett bajnokságokban. A makói Marostéli Sportegyesület elnöke Asztalos Péter elmondta, a városnak köszönhetően minden évben biztosítva van a jeges felületük, melyen készülni tudnak, de a legmegfelelőbb körülményeket szeretnék kialakítani a növendékeik számára. Még 2019-ben pályáztak egy hűszigetelt jégsátor beszerzésére, melyet tavós pénzből meg is tudnak vásárolni. Azért volt szükség, több oka volt, ez a sátor nem a miénk, ezt az önkormányzat biztosítja a számunkra, de nyáron ugye szükségük van a sátorra. Ezért, ha nyáron elviszik, akkor gyerekek itt nyáron nem tudnak edzeni, mert a tűző napon nem lehet görkorcsolyázni, illetve ez a sátor nem alkalmas arra, hogy egy jégpályát gazdaságosan lefedjen. Ezért vásárolunk egy speciális jégsátort, aminek az oldala szendvicspanel hőszigetelés, a teteje meg egy fújt kétrétegű hőszigetelést fog kapni. Így azt gondoljuk, hogy a mostani 3 hónapos jégidőnket meg tudjuk 2 hónappal növelni. Emellett egy inline, speciális burkolattal ellátott pályára is nyertek támogatást, mely lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy a jégkorcsolyájukat görkorcsolyára cserélve egész évben űzzék sportágokat. Az edzés érkezők jelenleg a sátor elejében elhelyezett padokon öltöznek. A makói egyesület ennek megoldásán is dolgozik, amiben a lakosság besegíthet majd. Szeretnénk beszerezni 3 öltözőkonténert és egy nagyon szép, meleg szanitárkonténert is, hogy ne a mostani úgymond toj-toj WC-t használják a gyerekek. Ez nagyon fontos számunkra, ezért, mivel erre most nincs forrásunk már, és nem is szeretnénk még egy évet várni, akár hogy TAO-ból valósítsuk ezt meg, ezért arra gondoltuk, hogy mivel hiszünk a közösség erejében, hiszünk abban, hogy sok ember, sok jó ember él, és sok jó ember tud nekünk majd segíteni, ezért egy közösségi finanszírozással szeretnénk megoldani az öltözőkonténer és a szaniterkonténer beszerzését. A közösségi finanszírozás részleteiről a későbbiekben egy sajtótájékoztatón számolnak majd be bővebben, tudtuk meg az elnöktől. A Marosi Pengék U19-es csapata már túl van 2 bajnoki mérkőzésen, most hétvégén pedig Kecskemétre utaznak majd újabb megmérettetésre, míg az U10-esek Szegeden fognak szerepelni.